A gyónási titok jelképét ismerhetjük meg közelebbről, ami egy omból készült kegyérem függesztő füllel. 2023. október műtárgya a Vosinszky Mór Múzeumban egy Nepomuki Szent János nyelvét ábrázoló kegyérem, ami a 18. században készült. Maga a kegyérem az konkrétan a nyelv alakú, ami Nepomuki Szent János nyelvét ábrázolja. Előoldalán maga a szent látható, egy papi süvegben, egyik kezében egy kereszttel, a másik oldalában egy pálmaággal, ami az életet jelképezi, és papi ruhában. A másik oldalán pedig maga a nyelve látható. Kis Székely templomának feltárását Kálnémet András és Varga Máté vezette 2019 és 2020 között. A lelőhelyen a legnagyobb számban kerültek elő szakrális leletanyagok. Maga a kegyérem egy szentséggel megáldott tárgy, amelynek a megáldását 5. Sixtus pápa rendelte el 1589-ben. Ennek az az előzménye, hogy a különböző erekéket próbálták az emberek magukkal vinni, hogy azok különböző segítséget nyújtsanak nekik életük során, a betegségekben és hasonló dolgokban. És azért, hogy megakadályozzák ezeknek az erekéknek az elaprózódását, ez volt a fő indok, ezért készültek ezek a kegyérmek, hogy a különböző szentekhez, a szentek erekéihez hozzáérintették ezeket a kis tárgyakat, és annak az áldásával tudták továbbvinni ezeket az erekéket. Ezeket az erekéket általában vagy rózsafüzérre, vagy egyszerű nyakláncra, vagy fölvarva a kabátra, ruhára hordták magukkal az emberek. A magyar népi nyelvhasználatban olvasóként is ismert tárgy, gyöngyökből fűzött, imák számlálására használatos füzér, mely vallásos használatán kívül bajelhárító szereppel is bírt. Máriához köthető, Szent Domonkos néphagyományában ő ajándékozott Máriának egy rózsából készült tárgyat, ez volt maga az olvasó, ebből alakult ki. A rózsafüzereket a különböző századok során különböző anyagokból készítették, fából, üvegből, fémből, és különböző alakúak is lehettek a gyöngyök. A kegyérmeket is önmagában nagyon-nagyon sokféle anyagból készítették, ezek is lehetett csontból, fából, üvegből, fémből, és különböző formában is készítették őket. Leggyakrabban kör alakú és ovális alakúak, de készülhetnek kereszt alakúak, szív alakúak, nagyon-nagyon sokféle formában előfordulhatnak. A rózsafüzérek különleges szerepet játszottak a késő középkor óta a halállal kapcsolatos szokásokban is. A katolikus hívők körében ugyanis a haldoklás utolsó óráinak elengedhetetlen kegyszere volt, mely elriasztotta a gonoszt, így általános szokássá vált, hogy a sírba is magukkal vitték. Maga a szent, Nepomuki Szent János a 14. században élt, délcsehországi Nepomuk városában született 1340 körül, 1380-ban avatták pappá, vagy szentelték pappá, és Prágában a prágai székesegyház kanonokja, hitszónokja, és a király alamizsna osztója lett. Ő lett a királynénak a gyóntató papja, és Szent Vencel király, vagy IV. Vencel király szerette volna megtudni, hogy a felesége mit gyónt meg Nepomuki Jánosnak, aki nem volt hajlandó elárulni a titkot, ezért a király megkínoztatta és a Moldva folyóba dobatta bele. A halála körülményeiben is már rengeteg szentség megmutatkozott, ugyanis egyrészt nem merült el a Moldva folyóban, és 5 csillag jött elő a folyóból, és ez is megtalálható egyébként a szent ábrázolásai között. Sokszor ábrázolják a szentet sugárkoszorúval, 5 csillaggal a feje körül például. A nyelv alakú kegyérem Kis Székely középkori templomának feltárásakor a humusz alatti, a templombontásakor keletkezett vastag,
mindent elfedő omladékából került elő 2020-ban. A Szent Vitus székesegyházban temették el, és egyszer vandálok dúlták fel a 17. században a templomot, és megpróbálták kifosztani a sírt is, és úgy tartja a hagyomány, hogy akik megpróbálták fölnyitni a sírt, azok mind meghaltak ezt követően. Majd legvégül, mikor fölnyitották a koporsót a jezsuiták, akkor éppen találták a nyelvét, ezért is ugye a szimbólum ezt is jelképezi a nyelv, és éppen találták ugye a nyelvét, és ezért kérvényezték a pápánál, hogy avassák szentté. És a 18. században először boldoggá avatták, majd pedig szentté avatták Nepomuki Szent Jánost. Ő a gyónás, a jezsuita társaságnak a védőszentje, és a nyelvvel kapcsolatos betegségeknek is a védőszentje, de szokták a pestissel is kapcsolatba hozni. Ezen legenda alapján egyes kegyérmeken a szent nyelvét is ábrázolják, illetve van, hogy maga a kegyérem is nyelv alakú. A jezsuiták révén a tisztelete nagyon hamar elterjedt, Magyarország területén, főként a jezsuita városokban, Budán, Székesfehérváron terjedt el a tisztelete, majd a német betelepítés során azokba a városokba, ahol betelepültek, ott még inkább elterjedt Nepomuki Szent Jánosnak a tisztelete. Ugye a halálának helyszíne a Moldva folyó fölötti híd, ezért nagyon sokszor ábrázolják a hídon, például a különböző hidakon szobrok formájában, de előfordul házaknak az oromzatán is. Legtöbbször papírruhában, vállán hermelin palástal, feje körül öt csillaggal díszített sugárkoszorúval, fején birétummal, karján feszülettel, pálmaággal ábrázolják. Kis székelyben egy középkori templom feltárásakor került elő. Egy humusz alatti vastag rétegben, ez egy visszatöltött réteg volt. Maga a templom egy középkori eredetű templom, amelynek első írásos forrása az 1300-as évekből ismert. Azért érdekes ez a templom, mert túlélte a török dúlást, tudjuk, hogy zsindellyel befették, ugyan már nem volt túl jó állapotban, de használták még a templomat, és megélte az 1823-as évet, amikor az új templomot felavatták, bár valószínű, hogy a templom plébániájának az építésekor hordták el ennek a templomnak a köveit. A templom feltárásakor a kegyérmeken kívül előkerültek még vallási témájú tárgyak, keresztek, könyvcsatok, imakönyvcsatok, például gyűrűk, érmék. Magának a templomnak három építési fázisát sikerült elkülöníteni. Van egy egyhajós szentéllyel ellátott kis templom, ezt kibővítették egy kis sekrestjével, majd a 18. században kibővítették hátrafelé a templomot. Egyedülálló története, feltárt maradványai, valamint a viszonylag jelentős mennyiségben előkerült középkori és újkori leletanyag miatt a templom méltó arra, hogy a települési értéktáron kívül a Tolna megyei értéktár részévé váljon.